A Moszkvába induló gép utasai várnak a beszállásra a Hévíz-Balaton Airporton, ahonnan a jövő évben már a török Rivierára is indulhatnak charterjáratok. A járat bővítéssel tovább fejlődhet a reptér, melynek forgalma az idei esztendőben tovább növekedett. Azokat a számokat, amire számítottunk ilyen módon, illetve terveztünk, ezeket teljesíti a reptér, tehát 2013-hoz viszonyítva 2014-ben is előrelépés lesz. Ugye ez egy 35-37 ezer utas létszámra számítottunk az idejében, ez tavaly 29 ezer volt. Én azt gondolom, hogy ez ismételten egy nagy előrelépés, és hát már ugye jövő évről beszélünk, tehát a mostani sajtótájékoztató gyakorlatilag már erről szólt, amikor elsősorban most egy kiutazó turizmusról beszélhetünk, tehát Törökország, illetve Görögország irányába, de azok a partnerek, akik most jelen pillanatban itt vannak, és azt gondolom, hogy ebből is látszódik, hogy ez is egy jó példája annak, hogy mennyi előkészület szükséges egy-egy ilyen üzlet megkötéséhez. Talán emlékeznek rá a hévíziek is, hogy körülbelül 2,5 évvel ezelőtt magyar-török üzletember találkozó volt Hévízen, ahol gyakorlatilag először beszéltünk a török üzletemberekkel arról, hogy tudnánk együtt dolgozni a Green Travel-rel, és folytak az előkészületek, a számítások, mindenki kalkulált, és hát kellett hozzá ennyi idő, hogy ez valamilyen szinten most már realitássá váljon, illetve ott tartsunk, hogy jövőre ezek a gépek innen indulhassanak, és természetesen azzal is kalkulálunk, hogy befelé is utasokat hozna Hévíz városába vagy a térségbe. 2015. június 16-ától tervezzük a járatot, ez egy keddi járatnap, egészen augusztus 25-ig, de amennyiben igény mutatkozik rá, a járatnak a hosszabbítását is meg tudjuk tenni. Egyébként ez a Freebird légitársasággal lesz, és 186 ülőhelyel fog üzemelni. Mekkora igény mutatkozik a térségből ezekre a járatokra? Készítettünk egy előzetes kutatást, és azt láttuk, hogy körülbelül 3-4 ezer fő utazik Budapestről Törökországba, és ugye a charterláncot, amit indítani tervezünk, ez körülbelül 10 lábon 2000-2200 főt kell foglalni, és abban bízunk, hogy ezt innen gond nélkül tudjuk tölteni. Ismét egy újabb desztináció, illetve egy olyan lehetőség, mert ugye, ahogy mondtam, itt kiutazásról beszélünk elsősorban, hogy a Hévíz-Balaton Airportot azok a légitársaságok egyre többen megismerik és elismerik, akik eddig adott esetben más nagyobb repterek szállították a vendégeiket, látják azt, hogy igenis, ez a reptér is ki tud ugyanúgy mindenkit szolgálni, sőt adott esetben még gyorsabban, úgyhogy ez egy fontos előrelépés, és ha az első fecske gyakorlatilag bejön ezen a területen, a Hévíz-Balaton Airport, akkor innentől már jöhetnek a többiek is. A korábbi években ilyenkor novemberben leszokott állni a repülőtér. Most is így lesz? Nem szeretnénk, hogy leállna a repülőtér, természetesen lesznek üres napok és adott esetben üres hetek, de azt gondolom, hogy a karácsonyi, a pravoszláv karácsonyi időszakban ismételten jönnek a különböző charterek, úgyhogy én olyan leállás, mint a korábbi években volt, hogy teljesen bezárt a reptér, én azt gondolom, hogy ezt nem kell idén megtennünk, és hát ugye vagy egy tárgyalásban vagyunk gyakorlatilag az üzemeltetéssel kapcsolatosan, tudjuk, hogy Széles Gábor úr és csapata, illetve cégei megvásárolták azt az eszközállományt, amit az önkormányzat cége bérel, és hát mindenképpen szeretnének részt venni az üzemeltetésbe is. Hát ennek eljött az ideje, végre egy olyan vállalkozó, illetve egy olyan tőkés jött be, aki konkrét dolgokat lépett meg, úgyhogy ennek jön most az ideje, úgyhogy lesz az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan sok-sok feladata, de hát ez egy szép feladat akkor, hogyha olyan vállalkozót tudunk behozni ebbe az üzemeltetésbe, aki adott esetben átveszerülünk terheket és fejleszthetjük a repteret.